ne látsz egy jobb is semmi a kocsonyából. Lepjel teljes mértékben a kocsonya magát a benne lévő nyersanyagot. Mert ugye, ha kilátszik belőle, és nem eszik meg ma, vagy holnap utára, az megbarnul, megkeményszik, sőt, keserű lesz. Több mint 30 kocsonya érkezett a 7. kocsonya főző versenyre Bogácson. A kocsonya az alapelv, ugye, hogy az lehet sertésútból csinálni, lehet csirkéből csinálni, az igazi kocsonya mindig sertésútból maradjunk. Az vitát képez, hogy most füstölt húsból, vegyesen, vagy csak sertés csülökből, körömből, bőrkéből nyersen, nem füstölve csinálom, az már egyéni ízlés kérdése. A gasztronómiai fesztiválon elhangzott a gyermekkori ízeit, az otthoni éléskamrákat, a különböző tájegységekre vonatkozó ételeket szeretnék bemutatni. Nagyon szeretném, hogyha bogácsiak újra büszkék lennének arra, hogy milyen hagyományaikat örököltek őseiktől, és ezt országvilágnak megmutatnák, azon kívül, hogy megmutatjuk a fürdőnket és a pincesorunkat. A kocsonyákon kívül a pogácsákat is szakmai zsűri értékelte. A programhoz kapcsolódó 5. falusi kamra mustrán a háztartáshoz nélkülözhetetlen ételeket mutatták be. A csapatok polcain kolbászt, sonkát, szalonnát, befőtteket és tésztaféléket is lehetett találni. Mindenfajta tésztánk van. Amit elég megcsináljuk, már ilyenkor már tojnak a tyúkok, azt ráérünk csinálni, hogy nyáron, mikor a határba vagyunk, akkor ne kelljen. Csak hazamegyünk, akkor van miből főzni. A két bogácsi csapaton kívül Pándról, Kácsról, Füzesabonyból és Dán-Szentmiklósról is érkeztek versenyzők. Sokkal jobb volt ez a fajta közösség, mint az, ami most van, amikor úgymond nincsenek is együtt az emberek, tehát mondjuk interneten beszélnek, stb. Régen sokkal jobb volt, amikor összegyűltek és beszélgettek, egymással együtt voltak. Az ételek mellett népdalokkal és mesével készültek a bogácsra látogatóknak. Többek között somogyi táncokat is bemutattak. Főleg ugrós elemekből állnak. Igen, temperamentumos tánc, és kitartás kell a táncolásához. A fesztiválon a kreatív fiatalokat is várták alkotó műhelyel és népi játszóházzal.